Jó, nézzük, hogy a katonák itt termelődnek. Ez egy rohadt sok. Jézusom. 177 arany. Igen, szenem nincsen, bazd meg. Miért nem visz szenet? Ez most indul csak be? Valószínűleg igen. Kb. Azt kéne tényleg figyelni, hogy 83 arany is van bent. És fejlődnek most már katonák. Úgyhogy igazából azt kéne nézni, hogy ezek itt mikor kezdenek el szépen fölfejlődni. Én azt hiszem, hogy ezt följebb húzom. De most már igazából plusz ember nem kell. Ezt nem rekrútolja automatikusan? De most én felhúzom ezt így ennyire csutkára. Nem? Legyen félig. Miért kell manuálisan, ennek nem az lenne a lényege, hogyha ezt magasabbra állítom, akkor automatik... Na mindegy. De följebb rakom még magasabbra, még ezzel nem építek már semmit. Tehát most már kb. Csak arra várok, hogy... Ja, hogy itt... Ja. Itt is van geci sok izé... Na jó, vigyétek a fegyvert, geci. Miért nem rekrútolja automatikusan? Jó, tessék, tedd auto... Itt most fogja automatikusan, vagy nem? De akkor ennek mi értelme van? Ja, itt is... Jú, tényleg itt is van tényleg. Nagyon jó. Hát lassan kicserélem akkor őket, még kicsit így fejlesztem. Mennyi van? Kettő raktár még itt van. Nincs. Aha, ebben lesz katona. Na, van már kemény. Hát figyelj, pörgessük meg. No! Hű, bazd, majdnem kivitt, hülye vagyok. Most igazából az aranyat kell amúgy pörgetni, mert ugye attól fognak fejlődni. De az már jó, hogy már a bázison is vannak mennyi? 10-24-en. De ez nem rekrútolja, nézd meg, nem rekrútol. Most nem automatán kéne csinálni? Mi ez a 171 itt amúgy, ezt nem tudod véletlenül, hogy összesen ennyi katonám van? Gondolom igen. De nem, mert... De az meg hogy pörgeti a izét? Kurva jó! Sok a katona civil, de az nem baj. Hát legyen. Hát ki akarom őket cserélni a barakokban lévő szarfaszú katonákkal.
Nekem most az a célom, hogy itt nevelem ugye tehát a központban lehet gyorsabban fejleszteni őket. Vagy ugye, hogyha olyan nem barakokat építek, hanem magasabb szintű őrtornyokat, amiket ugye te is mondtál. De most ezeket már azért nem fogom lebontani. Úgyhogy szépen igen, most már kettő ilyen tarajos van, úgyhogy várom szépen, hogy ebből a 8-ból legyen megint, 3, 4, stb. Hát sorozom az embereket, itt van. De ennek az lenne a lényeg, hogy ez automatikusan sorozza, nem? Ja, soroz ő magától, ja, értem. Na jó, nem, ilyet nem játszunk. Ja, betöltjük az egyest. Elmész a büdös pics, na jó, nem ez itt. Igen. Nem, mert ide elkezd építeni mindjárt. Hogy állunk? Na, most is jól állunk amúgy. Ezeket elfoglalom gyorsan. Hát ezt a párat, ezt a négyet bazd meg el kell foglalni. Vagy? Nem tudok építeni. Ezt meg kell foglalni. Arra vagyok kíváncsi, hogy a lila amúgy miből fejlesztett hadsereget. De tényleg. Nem volt bazd meg sem, de tényleg semmilyen nincsen. Vagy akkor ő ilyen 6-szor annyi tartalékkal kezdte az egész játékot, mint én. Ja, mondjuk lehet, hogy a színek azok azt jelentik igazából. Ja. Azt tudja. Tudod, miért kell kinyírni az ének, a lilának? Amiből ráadásul neki csak egy van. A kurvany. Na, no. Ho, nem játszunk ilyet.
Saba, ne okoskodj, jó? Az meg írtad fél órával ezelőtt, és ránéztem egy csomószor, akkor még nem volt, úgyhogy ne hagyjál már, légy szíves. Tehát kezdik kicsit fárasztó lenni, bazd meg. Tehát milyen érzésem, hogy ennyire ilyen tudálékosnak lenni? Hogy nem szóltak még mások ezért? Én írtam. Nem tudom, észrevetted, de... Egy kicsit nagyobb területet, meg több mindennel foglalkoztam. Nem csak itt ültem, és így bámultam a monitorot, és így néztem, hogy termeli az aranyat, meg a fegyvereket, és a katonák. Tényleg, hát bazd meg. Ránézek néha, és... No. Kovács hülye meg ne veszélyeztesse, úgyhogy mindjárt még ezt is gyorsan lerolnom. Hú, az meg 4-3, azt a kurva. Ez nem jó. Szépen. Na jó, igazából más már nem támad, úgyhogy akkor visszamegyünk ide, megvárjuk, amíg baszó hadseregünk lesz. Kicseréljük őket aztán. Nem meg a kicsára. Szia Vivi 48-15. He, úristen, ilyenkor, 4-3-kor, hello. Te nem vagy tudárékos, de nem is neked mondtam, hanem Csabának, aki igen, nem, mindegy, multistreamelek, tehát YouTube-on is megy a stream, és Csaba. Csaba pedig ott sokat segített nekem a Settlers-szel kapcsolatosan, tehát voltak jó ötletei, meg meglátásai, de néha túlzásokba esik, tehát ez a én írtam, meg én megmondtam, meg amikor leírja azt, hogy mit, hogyan kellett volna, ja, meg még mindig várom azt, hogy hogyan lehetne, ja, nem azt leírja, hogy hogyan lehet összeugrasztani a lilát, meg a sárgát, ilyen fasságokat, ahelyett, hogy katonaságot kell növelni, tehát a saját dolgomra kell koncentrálni, és utána, amikor megfelelő haderőm van, akkor szépen elfordulok mindenkit. Pont ennyi. Na de hogy ilyenkor, Jézusom, 4-3-kor most keltél, vagy, vagy mi? Elközben én ezért pörgetem itt a katonákat, hogy legyen. Beszélgetni. Hűha, jöttél ide, jól beszélget. Hát én már amúgy nagyon fáradt vagyok, de igyekszem veled beszélgetni nagyon szívesen. Megörülök, hogy ilyen időtájt is új embereket tudok bevonzani, ez mondjuk túlzás, de hogy igen, ide kattintanak. Főleg, hogy te ide kattintottál, ez külön megtisztelő. És holnap neked nem kell korán kelni? Mert amúgy nekem korán kéne kell, hát korán is fogok kelni. Mindegy, most ez annyira beszippantott, hogy most már le akarom zárni ezt a kurva pályát, tehát ezt most már nem hagyom abba. Már csak azért is, hogy a héten többet ne kelljen Settlers-ezni, mert jövő hétvégén nem akarok ránézni erre a játékra. De keveset fogok így aludni, ez a baj, tehát így... Szóval lesz meló holnap neked is, vagy... Suli? Susu? Susu nincsen...
A 13 óra múlva jön a GTA 6 trailer, várok, hogy tudom, hogy nem jelenek el. Hát figyú, én játszottam a streamben, tehát itt a csatornám, az első meg a második kivételével, mert ugye az ilyen nagyon, hát emulátorral is ilyen nagyon szarul futott volna, tehát azt inkább kihagytam. Ja, hogy home office, hát én is most, de nekem holnap pont be kell mennem, mert pénteken, ez a csütörtökön vagyok utoljára, péntektől egész évben ebben a hónapban már nem megyek dolgozni, Szabin leszek, és utoljára még bemegyek az irodába, hogy így a egy-két kollégával még találkozok. Na, hát akkor összebeszélhetünk, így van, és ja, úgyhogy holnap be kell, és hát a holnapi napot jelöltük ki, mint egy ilyen csapatnap, vagy nem tudom, minek hívjuk, amikor így mindenki bent lesz a csapatunkból. Ja, GTA 6. Hát, igazából, én nem tudom, az 5 az amúgy tetszett, tehát hogyha össze kell hasonlítani a 3, a Vice City, a San Andreas, 4, meg az 5-öt, nyilván az 5-nek volt a legjobb, tehát a legjobb karakterei. Persze a többinek sem volt rossz, de meg az irányíthatósága, tehát a 4-nek például borzasztó volt az, hogy a 4-ben csinálták ugye azt, hogy nem le az autót, nem követte a kamera, és azt végig azt hiszem belső nézetből játszottam végig a GTA 4-et, mert egyszerűen én azt nem bírtam, tehát hogy mindig egérre kellett volna utána korrigálni, vagy billentyűzete, nem tudom, hogy volt. Szóval az borzasztó volt, és az 5 az amúgy tetszett, ott egy-két karakter, vagy egy-két ilyen mission story úgy jó pofa volt, meg tényleg kurva jó volt a... Nem rosszam ugye a 4 sem, tehát érdemes azt is megcsinálni, de számítani kell arra, hogy az irányíthatósága, meg azért ott is vannak bugok. Tehát azt még inkább ugye a 3-as szériához sorolnám, ilyen megjelenésben, bugok terén, stb. Igen, mondjuk az meglepő, meg az, hogy lány létre, de eleve itt vagy, és nézel egy streamet, az is már önmagában egy meglepő dolog. 6-tól igazából én úgy hallottam, hogy azt rebesgetik, hogy nagyon az 5-höz képest igazából nem, tehát megjelenésben nem várok sokkal többet feltétlenül. Ugye az 5-nek az online verzió, a GTA 5 online az még mindig népszerű. Nem tudom, mit tudnak. Nyilván valami jó sztorit, amit még hallottam, hogy ugye ilyen találgatásokat, hogy mi lesz majd a helyszín, és arra mondjuk kíváncsi vagyok, hogy hol fog játszódni, hogy megint előveszik-e ugye a klasszikusokat, tehát a korábbi helyszíneket, vagy pedig új helyszínekre megyünk, akár új. Igen, én arra vagyok kíváncsi, meg igazából ugye missionökre, de rögtön ugye megjelenés pillanatában nem hiszem, hogy fogok vele játszani annyira, hogy nem vagyok GTA fan. Majd amikor egy kicsit lecsengett, meg olcsóbb lett, akkor majd de micsoda, hát akkor meg pláne nem. Hát jó, azért van egy 1 terás SSD-m, ugye az a főzim, és van rajta itt 500-600 giga szabad hely, mert van rajta pár játék, ugye Csé, Stumble Guys, Fall Guys, Settlers, Tomb Raider, mondjuk ezek az utóbbiek nem annyira nagyok. Meg ha éppen valami olyan játékkal játszom, és olyat szavaz meg a közönség, ami mondjuk ilyen újabb fajta, tehát, na, még egy újabb játékban is max egy ilyen, nem tudom, 150-200 giga elég. 400, bafa, na jó, nem, biztos, hogy nem. De gondolom, akkor te az első között leszel, aki megveszi, letölti, vagy pre-orderezi például. Mondjuk érdekes, nem tudom, hogy itt a pre-orderben lesz-e meg valami, mert általában ugye így szokott az lenni, hogy van hozzá valami ajándék, hogyha valaki előre megveszi. Erősebb vagyok mindenkinek.
kéne még feldolgozó. Címből rengeteg van, de szerintem ez sem bírja. Nem pedig arany, de miért nem viszik oda az aranyat? Ja, mert színből van sok. És most sok lett a szén. Aj, nem, azt el kéne majd olvasni, hogy... Ja, igen, igazából nem is... Hanem maga a gaming fejlődése... Igen, de eléggé sok időt eltér ugye az ő túlta, tehát inkább itt szerintem a fanok, vagy hát a rajongók nem azt várják, hogy, hogy milyen technikai, vagy milyen megjelenés, vagy hát igen, tehát megjelenésbeli újítás lesz majd ebben a játékban, hanem szerintem inkább azt, hogy milyen új sztorit fognak letenni az asztalra, mennyire lesznek megint olyan ütős karakterek benne, mint azért a Trevor volt, meg ugye az ötnek a karakterei. Szerintem itt inkább ez a kérdés, nem az, hogy fog kinézni, hogy milyen lesz a játékmenet. Én azt gondolom, hogy azon alapvetően nem is nem fognak változtatni. Ami miatt talán nagy is lehet majd, már ugye a mérete, az valószínű pont ugye a mapok. És emiatt, hát lehet, hogy kitalálnak tényleg ilyen kurva nagy, meg rengeteg mapot. Nyilván minél nagyobb, annál több mission-t fognak tudni beletenni, szóval, ja. Hát, nem tudom, tehát aki így a sztorit játsza, mondjuk én nyilván a streamekből ugye érdemes, tehát a streamekből a sztorit játsza az ember. Persze ott van az online, oké, meg azt is streamelik, én mondjuk azt így nagyon nem. Tehát én belenéztem egy-két embernek, akit követek, és akkor mostanában játszik GTA online-nal. Hát így elkezdtem nézni, és úgy oké. Tehát ők el vannak maguk között, ez igazából ilyen a csapaton belül, hogy van a haverjaid, de nem ész játszani, de alapvetően egy néző számára azt szerintem úgy baromira nem izgalmas, hogy ők ott így egymással beszélgetnek, meg ilyen missionöket csinálgatnak, szerintem az annyira nem izgalmas. És streamben, főleg, hogyha a játék lehetővé teszi, akkor story-based játékokat, én legalábbis ezt gondolom. Jó, kivéve a Chamber, ott nincs story, ott lőni kell, de az meg ugye egy pörgős, egy gyors játék, tehát ott meg ugye más a lényeg a néző számára is. Na mindegy, az érdekes, hogy az meg rengeteg izé van. Szín. Hát lehet igazad, de nem ismerem annyira a GTA playereket. Én magammal indulok ki, én a sztorit várnám. De mondjuk én nem is vagyok egy nagy GTA fan, ezt ugye mondtam is az előbb. De amúgy tényleg jó volt játszani mindegyikkel. Hát nyilván ugye a régebbi játékokkal talán azért volt egy kicsit idegtépő, mert ugye azt nehezebb volt irányítani. És főleg ugye a 3-ban, meg a San Andreas, amikor volt a kis helikopteres, amikor a helikopterrel egy épülő épületbe kellett a különböző szintekre a bombák vagy a dinamitokat, na meg a kis faszomat. Arra én is, hát megnézem, aztán majd izé... jó, hát a papír... Nem, papírzsepi meg a izé... testápoló. Szóval... Várom amúgy én is, megnézem majd a trailert, nem fogok, már itt kérdeztek Nobber, hogy és nem fogom közvetíteni, nem fogom, mert holnap este 8-tól például, egy 8:30-tól zombieknek az SEA meccsét fogom kommentálni, ráadásul BO3 lesz, ugye bejutottak az SEA Intermediate-nek a 47. szezonjában a rájátszásba, 5. helyen zártak illetve az alapszakaszban, ami tök nagy teljesítmény, úgyhogy holnap azt fogom közvetíteni. Nem, annyira azért nem érdekel a GTA 6-nak a trailerre, hogy erre külön streamet építsek föl, de meg nyilván lesznek bőven olyanok, akik ezt megteszik, majd helyettem, úgyhogy nem érdekes. Viszont itt az a most a problémám, hogy mit csinálják a kibaszott sok szénnel? Na jó, szerintem cseréljük ki az embereket. Szép. Nyomjunk egy ilyet. Yep.
felé. És utána elkezdünk támadni, és már a vége van akkor a streamnek. Fú, tényleg. És mikor kelsz volna, amúgy Vivi? Mármint, hogy mondtad, hogy home office-hoz, de azért gondolom, föl kell valamit okelni majd a munkához. De is ilyen, mondjuk, hát igen, hogyha itt van a dolgoznék, akkor ráérnék ilyen 8:30 körül fölkelni, ami végülis a 14:30-hoz képest. Ja, jó neked. Nekem ugye, mondjuk közel van a munkahelyem, de autóval akarok bevenni, mert jó korán, hogy aztán korán le is tudjak lépni, úgyhogy hát... Az majd nem fogok sokat aludni. Picsába. Na mindegy. Most beszippantott az a játék, az a baj. Mert hogy ez a pálya. Ja, itt is voltam katona, haló. Jó, szerintem föl lettünk töltve. Itt már megint van egy kapitány. Nem, itt egy cserét. Csaba, amúgy bocsánat, közlekedés. Ez annyira nem vészes, ilyen, nem tudom, engem ilyen, ez megnyugtat. Megszoktam már a fülem, nem tudom. Nem vészes ez, mármint, hogy csipognak a madarak, meg kalapál a izé, kovács, az olyan, már autentikus, nem tudom, nekem nincs ez semmi probléma. Szóval feltolom itt a izé, a véde, vagy az épületek. Na, köszönöm szépen a követést. Jaj, nagyon kedves vagy. Megtisztelő. Csaba fölnyomja mit, hogy izé, hogy utána úgy tudjak támadni, hogy több helyről? Szerintem igen. Nyomjuk ezt is fúrra. Próbálj még terjeszkedni, na mindegy, ezt mindjárt elfoglalom. Hát, induljunk el innen, igazán teljesen. Lilát kell most... És igazából mondtam még a stream elején, hogy jó, hát ezt 3-4 óra alatt befejezem ezt a mapot, és lehet, hogy még lesz idő egy kis C2-re. Hát kurva nem lesz idő, mert... Igazából annyira meg nem vagyok fáradt, de tudom, hogy nem lenne szabad, egyszer már kiégtem, úgyhogy már hogy nem most, de hogy mostanában. Szóval nem szabad amúgy túltolni, vigyázni, főleg ebben a korban, meg az meg pláne, hogy vigyázni kell. De mindegy, hát most ez már így, ennek már annyi, mármint nekem most már így annyi. De ide vajon miért nem megy be katona? Megyem. De az oda ment be. Na, jönnek azért oda is, jó. Nincs több kő. Hát, fűha. Ez nem
legnagyobb problémánk szerintem 56 kül van bent. Jó. No. Hát fiúk, lányok, akkor szerintem csapjunk neki itt a izé. Hát, igen, sejtettem. Mondjuk 48-15 az nem árulkodik igazából semmiről. 1948 nem lehet, 15 se nagyon, tehát hogy hónapot, napot nem jelölhet, mondjuk a 15 még igen. Úgyhogy a szám az valószínűleg nem utal semmit a születési hónapkor, év, tehát nincs közel a születésedhez. De ha azt mondod, hogy fiatalkor vagy, akkor elfogadom, úgyhogy... Losorira utal, hű... aha, igen, aha, szóval arra, ez a Losori. Nem tudom. Ja, na, hát akkor fú, fiatal, ó. Bezzeg, amikor én még 22 voltam. Ah, ezek a szép idők. Becsüld meg, meg használt, nem tudja, hogy használt ki, most ezt nem akarok ilyen nagy szavakat mondani, mert nyilván tudod, hogy kell, hogy akarod élni az életed. De, ja, hát, amikor az ember eljut abba a korba, amiben én vagyok, én nemrég töltöttem a 40-et. Ja, ilyenkor azért úgy elgondolom, nem is az aggaszt, hogy 40, hanem... mert nem érzem magam igazából öreged, most az, hogy 4-essel kezdődik, az egy dolog, tehát, hogy nem változik meg egy napról a másikra az embernek a személyisége, sőt, igazából ugye a játékoknak köszönhetően én ilyen, nem tudom, hülyének, ilyen fiatalosnak, bolondosnak tartom magam. Hanem inkább az, amikor, hát igen, az, tehát hogy most már 4-essel kezdődik, és nem tudod elmondani azt, hogy... Tehát amikor még azt mondod, hogy 30, lehet, hogy 39, de még akkor is azzal kezded a mondanodat, hogy 30 valamennyi. De amikor már 40, akkor már igazából tök mindegy, hogy 40 vagy 48-at mondasz, mert akkor már 40. Tehát, hogy... Kimondva hangzik szerintem szarul, nem azért, mert hogy másképp érzi magát az ember, vagy nem tudom, öregednek merevedő derékkal kerre föl. Máshol van már reggeli merevedést, nem pedig ott, hanem... Igen, ez nem tudom, ilyen lelki, lélektani dolog szerintem, ami... Hát, engem egy picit így ez frusztrál, de hát ez van, el kell fogadni. Próbálok nem rá gondolni, még nem gondolok nyilván rá, tehát nem ez határozza meg a mindennapjaimat, de ja, de amikor így fölmerül, akkor így, ó, bazd meg, és főleg amikor így, mert most gondolj bele, mit tudom, ilyen 38, és te meg 22, azért mondjuk egy ilyen, mondok egy példát, egy társkereső oldalon is még talán azt mondaná egy mondjuk egy 21-nány éves csaj, mondjuk egy 35-6 éves srácnak, hogy hát jó, oké, 10 év van köztünk, 11-nány, az még elmegy, mert hogy nem tűnik a úgy, ez olyan, hogy mondjam, ilyen lélektelen, ilyen tudatalatti dolog, mint amikor ugye a marketingesek csinálják, hogy valami 4990 forintba kerül. Lényegében az 5000 forint, de a te szemed ugye azt látja, hogy 4-esek, ez 4990, hamarabb fogod, vagy többen megveszik hamarabb az adott terméket, mert ugye nem 5000. Igen, és hogyha ha viszont abba gondolsz bele, hogy te mondjuk 21-nány évesen, mondjuk egy 40 éves csávó, vagy 41, már amikor kimondja azt, hogy 40, egy 38-asra ismerkednél mondjuk, vagy lenne egy 38 éves pasid, vagy van, nem tudom, az valahogy pont emiatt, hogy a kimondásnál, illetve hát leírva is, tehát hogy mindenképpen máshogy csapódik le szerintem nagyon sok ember fejében, emiatt mondjuk egy nő, hogyha egy párkapcsolatról beszélünk, vagy egy ismerkedésről, nem fogja talán, vagy többen nem fogják ezt így mit tudom, problémának tekinteni, mint ha mondjuk, jó, oké, jó, oké, akkor játszom. Jó, tudom, hogy túlmagyarázok dolgokat, na, ilyen vagyok, sajnos, ez van. Ezért nincs nőm. Na, de le akartam igazából támadni a... Kivel kezdjük? Rohanjunk le mindenkit a picsába. Ez a pirosnak már igazából mindegy. Ki tud... Na, kezdjük területi... Nem, kezdjük izé eloszlásban. Melyik a leggyengébb hadsereg? Piros, sárga... Ó, piros. Kezdjük a... Hát akkor a sárgával mondjuk. A pirosnak már nincs... Ja, de van még itt területe. Ja, ez egy.
Jaj, nem ezt akartam. Jó, ez a vára, ezt majd a legvégére hagyjuk. Jó, akkor pirosnak annyi, akkor nézzük a sárgát. Ez itt mi? Jaj, ott van egy sárga, elbújt. Hát ezt elfoglaljuk. Na, folytassuk akkor a sárgával. Nem jött be a tizém? A taktikám? Hát akkor elküldünk még hármat. Lejön az. Kurva várad, ennyi. Na, bocsánat, hogy így fogalmazok. Jó. Na. Hát, igazából erre vártunk 6 órát. Ezt terveztem már korábban is, hogy ortus simán ez így meg lesz. Gyorsan körbekerítem. És igazából meg is volt, tehát nem nagyon tudott egyik se fejlődni, de mégis valamiért folyamatosan támadott. Tehát ez így kibaszott idegesítő volt amúgy. Na, most már mindegy. Most az ott elhullott. Annyi baj legyen. Na, ófasz, nem bonyolítottam. Nem. Na, játszott, de 22 évesen feltételezem, hogy te a Settlersnek ezzel a részével, de talán a többivel se játszottál, úgyhogy na, ezt kikérem magamnak, nem bonyolítottam túl. Tényleg megtettem mindent, és hogyha nem így álltam volna hozzá, vagy nem úgy kezdtem volna el, ahogy, akkor még hosszabb, még nagyobb szopás lett volna. Biztos vagyok benne. Thank you.
Hát igazából erre nincs szükségem. Sárgának a, ugye, központja maradt meg. Központja maradt meg? Nem, még... Ja, de ez... Ha szép! Itt van még egy kis... Ja, hát igen, ezt... De ez csak egy darab épület. Ezt itt elfoglaljuk. Hossá! Sárgának annyi. Hát akkor nem látok semmit, de... Tom most már bontani, bazd meg. Na, jó. Mindegy, jó. Mindegy. De nem látom a... Hol? Hű, bazd meg, bedugta oda a fa mögé. Hát nem lehet látni semmit. Na, toronyból. Jó. Manager gémeket lehet, hogy jó. De nem ismert. Jó, mondjuk ez a legelső rész, ez tényleg ilyen idegesítő és a grafika stb. De amúgy alapvetően tényleg arról szól, hogy... És én azért is szeretem, mert... A folyék egyszerűségű, a lényeg az, hogy területet kell foglalni, le kell győzni a másikat. Van egy központod, építeni kell favágót, aki ülteti a fát, meg aki feldolgozza a fát, ugye ebből lesz deszka, és akkor abból tudsz házat építeni. Meg ugye a kő is kell, ahhoz meg a kőfejtő. És akkor vagy bányászni tudsz követ, vagy pedig így fejteni ilyen kő izékből, és akkor már építkezni tudsz. A következő lépcsőfok akkor a hegyeken, tehát minél gyorsabban kell terjeszkedni, hegyeket elfoglalni, és oda kiküldeni ilyen geológusokat, akik találnak ércet, ugye háromféle érc van, szén, vas, illetve arany. Ugye mindig kell ahhoz, hogy tudjál egyrészt a szén meg a vas, ugye, hogy fegyvert tudják készíteni, vagy ilyen eszközöket. Az arany meg nyilván ahhoz kell, hogy az arany és a szén kombinációjából segítségével pénzt tudjon kovácsolni a kovács, és akkor ugye erősödik a hadsereged, mert ugye minden több a pénz, vagy az arany, annál magasabb, jobb lesz az értéke, meg fejlettebb lesz a hadsereged. Ahogy itt látszódik is, tehát akinek ilyen narancsárga taraja van, az már ilyen nagyon baszó. Ezek még olyan kisebb, nem annyira baszó katonák. Na mindegy, és hát igazából ennyi, és közben meg kell akadályozni a másiknak a izét. A kő az hol érsz, az kő, mindegy, jó, van a kőbánya is. Tehát négyféle bánya van, de háromféle érsz, négyféle bánya. Jó. Hát akkor elvileg a sárga van, rámegyünk a pirosnak még itt a... Ja, nem, a pirosnak a területe az... Tök érdekes, hogy a piros, úgy, na jó, menjünk még akkor lilára, a lilát kezdjük el gyalulni, és akkor majd a legvégén. Oks. Hogy állunk katonaügyileg? Van. Hát végül is az utánpótlás megy ugye oda. Jó, na akkor... Hát jöjjünk ide fel, azt kezdjük el innen. Pöle. Save. Tag, barát. Hadd szóljon.
Ennyi. 6 óra 47 perc, mondjuk abból eldumáltam az elején egy 20 percet, tehát durván 6 és fél óra alatt, meglett ez a pálya, és hát azért az elején úgy indult tényleg, hogy ment, betölt, és hát a legvége olyan, hogy tehát az utolsó, nem tudom, egy óra kb., amikor már nem támad az enemi, ami úgy, amiről kéne, hogy szóljon amúgy, szerintem a játék, tehát hogy így jó legyen támadás nyilván, de hú, gyerekek. Ez nagyon mi ez? Omnus? Omnus? Az a izé? Omnus. Várjátok, felírom. Omnus. Úgy. Hát szerintem az az. Yes. Na jó, nézzünk még rá egy pillanat erejéig. No, hát tulajdonképpen itt kékben lesz egy kicsit erősebb, de hát ezt már ezzel már nem is csodálkozunk. De csak egyen nem van, hála a jó Istennek, úgyhogy talán, jó, mondjuk itt lehet, hogy mindjárt írja a Csaba, hogy jaj, de itt ezen a pályán kevés lesz majd a nyersanyagod, vagy nem tudom, valami. Mindegy, én jobban szeretem, hogyha egyen nemire kell koncentrálni, és nem több frontos támadás van. Úgyhogy kíváncsian várom, hogy milyen lesz majd, de mivel most már ezt sikerült befejezni a mai nap folyamán, illetve jó, hát igen, nem így terveztem, de mindegy. Ja, héten már nem lesz akkor több Settlers, hurrá, örülünk neki, illetve én azért valahol örülök neki, már csak azért is, mert jövő héttől kezdve, ugye péntektől már Szabin vagyok, egész évben, jövő héttől kezdve, hétfőn, illetve hétfőnként, hát nyilván jövő hétfőn, meg az azt követő héten utána ugye ünnep jön, akkor azért nem lesz stream, max a két ünnep között talán. Szóval az ezt következendő két hétfőn, még a karácsony előtt, illetve szerdán, valamint pénteken. Hát már délután ilyen kettő, fél három, vagy fél, nem kettő, mi ez, egy óra, fél kettő magasságában tervezem kezdeni a streamet, vagy legkésőbb kettőkor, és estében nyúlóan, tehát 9-10-kor fogom befejezni, úgyhogy hétfőn, szerdán, pénteken nagyon hosszú streamek lesznek, sőt, lehet, hogy két csütörtökön, ugye Zsombéknak az SEA mérkőzései, amik ugye december 15-ig, azt hiszem, le is zajlik az egész rájátszás. Úgyhogy én szerintem a Settlers-et jövő hét hétfőn, illetve azt követő hét hétfőn, bárha most úgy nézzük, hogy 6 óra volt egy izé, akkor, ja, akkor igazából az még plusz két pálya, akkor 22-23-at csinálom meg, ez még hátra lesz 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, még 7 pálya, de az már nagyon a vége, úgyhogy, ja, kitartást. A vég az, hogy a GTA sorozat ennél azért sokkal hosszabb volt, igaz, hogy mondjuk az több részből állt, itt meg csak a Settlers-el játszom már kurva régóta. Na jó, az ennyire nem régóta ilyen, mikor ilyen augusztus-szeptember környékén kezdtem? Vagy előbb? Valahogy nyáron, tehát azért annyira ne legyünk igazságtalanok, jól haladok vele, meg az első pár pályával lehetett jól haladni, hát itt már azért vannak szopatósabb dolgok. Na, de a lényeg, hogy nem, mára már nem lesz izé csé, meg semmi más. Mert tényleg fú, aludni kell. De nagyon hálás vagyok mindenkinek, hogy eddig itt voltatok. Bocsi Csaba, hogyha néha eldurant az agyam, de már na, tehát így megvan nekem is az elképzelés, hogy mit akarok. Tudom, hogy te is jót akarsz. Mondjuk azokkal az információkkal nem tudok mit kezdeni, hogy ott jön a piros, meg én mondtam, hogy meg fog támadni. Oké. Ennyi idő, anélkül meg sok, igen. 29-30 pálya. Igen. Szóval igen, nagyon hálás vagyok, hogy eddig itt voltatok, Csabának is, Vivinek meg aztán pláne, zavarba ejtően jól esett, hogy egy ifjú hölgy itt volt velem egészen hajnalokig, és hát gondolom, akkor most mész még tovább, hogyha beszélgetsz még másokkal, vagy szeretnél még beszélgetni, remélem, hogy találkozunk még, mármint is streamen keresztül, vagy nem, a streamen keresztül, és meg hát a többiekkel is természetesen. Holnap fél kilenctől lesz Zsomboréknak a mérkőzése, azt hiszem legalábbis azt írta, úgyhogy a felvezető műsor az valahogy ilyen, hát előtte nem sokkal, egy ilyen 5-10 perccel lesz majd, pár adattal a két csapatnak a statisztikáiból, és BO3 lesz, tehát előfordult az, hogy akár 2-3 órásra is el fog nyúlni, úgyhogy meglátjuk, hát reméljük, hogy rövid lesz, és akkor két gyors mapon Zsombiék lerendezik majd az enemit, meg csütörtökön is. Úgyhogy stay tuned, maradjatok itt, és
ne felejtsétek el. Kirakom majd a naptárba amúgy szerintem még most rögtön stream után, úgyhogy Twitch-on is látni fogjátok a profilon, illetve a techbarat.hu oldalon is. Szerdán pedig akkor, mivel a setlistet befejeztük, nézői játék, meg csé lesz, úgyhogy aki szereti a csét, meg szeretne stumbleguys-ozni, az jöhet, és amilyen csövön kifér. Csütörtökön ugye megint eső a mérkőzés, pénteken pedig Tomb Raider, és valószínűleg pénteken már elkezdjük a hosszú streamet, úgyhogy pénteken jó sok Tomb Raider várható, Tomb Raider 2 pontosabban. Na, bocsánat, még egyszer köszönöm mindenkinek a figyelmet, megtisztelő volt, jó éjszakát kívánok, holnap este 8:30 előtt nem sokkal várlak titeket, jó ét Vivinek, Csabának, Kópernek, Danikának és még a többieknek, Arninak, azt hiszem ő is itt volt, holnap találkozunk, jó éjszakát, szevasztok!